A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Alapon az Arany János Művelődési Otthonban rendezték meg idén a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Fehérvár megyei búzaöntési ünnepségét. A program a határon inneni és a határon túli gazdatársadalom önzetlen segítő szándék összefogása. Egy széleskörű kulturális program mellett 30 éves az alapi gazdakör. És ez egy nagyon fontos dolog. 30 évvel ezelőtt az első közt alakult meg, hogy a helyi gazdákat összefogja, valamilyen módon az érdekeiket képviselje, segítse az egymás közötti kommunikációt, segítse a termeléssel kapcsolatos ügyes-bajos dolgokat, akár van kamara, akár nincs kamara, akár kötelező a kamarai tagság, akár nem, mert ma már nyilvánvaló, hogy egy részét segítségképpen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai vonatkozásába át tudta venni ennek a tevékenységnek. De elévülhetetlen érdemek voltak, vannak és lesznek a gazdaköröknek, hiszen ők azok, akik nap mint nap találkozva egymással, találkozva a földdel, a földön verejtékes munkával tudják megtermelni azt a kenyérre valót és búzát, amit utána hajlandók a gazdák adományozni. És ez megint egy nagyon fontos kérdés, hogy igenis a gazda lélekbe az adás öröme, az odaadás öröme azra a rászorulóknak mindig is megvolt. És ebbe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett ugye a Magyarok Kenyere program 15 millió búzaszem kiteljesedett. Kiteljesedett a vármegyén belül és a vármegyén túl. Sőt, mi több, ma már ugye azokon a magyar lakta településeken, amit összességében Kárpát-medencei gazdasági térnek is nevezünk, ott vannak az adományok. És lélekben ott vannak Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, Afrika csücskeiből, azok Ausztráliából, azok a pár kilónyi búzák, ahol az ott levő magyar gazdák azt érzik, hogy igenis fontos az anyaország kenyerébe búzát küldeni. Igenis fontos az, hogyha nem is tudják nyilvánvaló lisztadománnyal és hát terményadománnyal, de pénzadományjal igen, támogatni a rászorulókat, de ezt mind megteszik. És igenis fontos, ahogy annak idején Kopp Mária, a társadalom pszichológus mondta, hogy jó abba az országba élni, ahol nem kötelező jelleggel, hanem önként vannak emberek, akik társadalmi csoportokat alkotnak azért, hogy jól érezzék együtt egymást, és adni tudjanak. És egy ilyen helyen vagyunk. Alapon egy ilyen gazda körbe vagyunk, ahol az adás, ahol az egymásra figyelés, a jövő építése, benne a nemzedékváltás az egyik legfontosabb célkitűzés. Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője azokra az emberekre emlékezett, akik évszázadokon keresztül kétkezi munkával tették asztalunkra a kenyeret, és nem kevesebb tisztelettel adózott a maiaknak, akik szintén ezért dolgoznak. Múlt szombaton volt szerencsém részt venni egy arató ünnepen. Az arató ünnep Sárszentágotán történt, az tulajdonképpen nem csak arató ünnep volt, hanem egy régi hagyomány felélesztése kaszára, gerebére és mindenre egyébre összefogott a Sárszentágota és környéke település idősebb lakossága, néhány fiatallal kiegészülve és hagyományos arató gálát rendezett. Na persze azon a 40 négyzetméteren, amin vágták a búzát, az nem igazi arató aratás volt, olyan értelemben, hogy bárkinek is szüksége lett volna arra pár kepe
és Kéve búzára, de mégis valahogy teljesen megindító volt az, ahogy az emberek akkor ahhoz a mozdulatokhoz, ahhoz a munkához hozzáálltak. Ma már a gyermekek jó része szerintem nem is nagyon tudja, hogy hogyan és miképpen készül egy kenyér. Nem is nagyon tudja, hogy ez elvetett magból, hogyan miképpen lesz először egy növény, a növény majd megszárad, levágják, malomba kerül, megtisztítják, és minden folyamaton átmegy, liszt lesz belőle, és akkor még tovább gyurkodják, és tesznek bele mindenféle különböző vegyszereket, és egyszer csak hirtelen ott van a áruház polcán ez a kenyér. A régen ez sokkal vesződségesebb, sokkal izzadságszagúbb, sokkal emberibb volt. A Ludányi Mariska néni volt az én kettőzőm. Körülbelül 10 darab kaszahúzást húztam. Azt gondolom, hogy ezzel az elkövetkezendő 2 hétre meg is alapoztam a derekamnak a rendbetételét. Az öcsém szerint ez a hasi zsír programot ezt nagyon jól kezelni, egy hónapos kúrával valószínűsíthetően közelebb kerülnék én is az ifjúkori állapotomhoz. De visszatérve azt a kínszenvedést, azt a sok gyötrelmet, és mégis, amikor a Ludányi Mariskarint megkérdeztem, azok az idős emberek olyan szeretettel és olyan élvezettel beséltek arról, természetesen a fiatalkorukról volt szó, az aratást, mint ünnepet megélni. Az ő életükben, amikor az 50-es években és a 60-as évek elején még kaszával, kézzel kaszálták és arattak, akkor ennek az egésznek a mozdulata, ezek az évszázados örökségek, amik a parasztságon keresztül és a generációkon keresztül beléjük ivódtak, ezek áthagyományozódtak, és nem csak ünnepelni tudtak, hanem azt teljes örömmel és teljes átéléssel tudták. Öröm volt nézni azokat az embereket, akik 70-80 éves létükre úgy vágták a búzát és úgy szedték a markot, minthogyha a fiatalságuk elvenedett volna fel. És valahova, ha visszatekintünk a mai napon, akkor azoknak az embereknek is óriási tisztelettel tartozunk, hiszen ahhoz, hogy Magyarország 1000 éves évfordulóját ünnepelhettük, több mint 1000 éves évfordulóját ünnepelhettük, azokhoz az ilyen egyszerű emberek szorgos kétkezű munkája volt szükséges évszázadokon keresztül. A mai nap természetesen egy kicsit hagyományszerűen, én azt gondolom, hogy ezekre az ősökre is emlékezik egy kicsit. Természetesen az első szó, ami az eszembe jut, az nyilván a hála. A hála azoknak az embereknek, akik ezt az egészet, ezt a Magyarok Kenyere programot kitalálták. Itt elsősorban a Magoszra, Jakab Istvánra, Györfi Balázsra és a körülöttük lévő emberekre. Nem tudom tulajdonképpen, hogy ki volt pontosan az ötletgazda, de szerintem ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy 2010 után, amikor volt megint bátorságunk arról beszélni, hogy a nemzet, mint olyan, és a nemzeti összetartozásról, és nem csak beszéltünk, hanem létrehoztunk egy alaptörvényt, létrehoztuk a külhoni szavazatai jogokat, és egy csomó más olyan lehetőséget teremtettünk meg, amelyel én azt gondolom, hogy a nemzeti összetartozást nem csak szimbolizáltuk, hanem tetlegesen is elismertük. A másik az persze természetesen az a hála és a köszönet azoknak a gazdáknak, akik mind a mai napig kint vannak a földeken, hóban, fagyban, esőben, 40 fokban, és dolgoznak azért, hogy ezek az alapvető élelmiszerek a majdan később az emberek asztalára kerüljön. És természetesen hála és köszönet azoknak a gazdáknak, akik külön félretesznek egy adagot, és erre a Magyarok kenyerébe beadják, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy összeöntünk 15 millió búzaszemet, vagy még többet, itt nem csak arról van szó, hogy későbbiek során ezeket majd összeöntik még az országos szinten is, és akkor kijön egy szép nagy kerekszám, a gesztusokról van szó, arról van szó, hogy a későbbiek folyamán ezekből a búzából, ebből a megőrölt lisztből visszakapnak nem csak Bőjte atya testvér
gyermekotthonai, hanem Fejér megyei Szent György kórháztól kezdve a gyermekotthonok és sok más egyéb a szociális intézmények, amelyek rászorulnak erre az adományokra. Én azt gondolom, hogy ezek azok a gesztusok, amelyek későbbiek során még nagyobb kovászai lehetnek ahhoz, hogy a nemzet igazán nemzetté váljon. A munkatársaimmal tavaly október óta az összes településen, ami a választókerületemhez tartozik, elmentünk és a civil szervezetekkel beszélgettünk, és egy olyan tanulmánykötetet fogunk majd erről kiadni, amely részletesen taglalja azt, hogy hogyan és miképpen érzik magukat itt Délfehérben, a Délmezőföldön az emberek magukat. Van egy jó hírem. Nem volt olyan település, ahol rosszul érezték volna magukat az emberek. Mindenki szeret ott élni, ahova a Jóisten teremtette a családjával együtt, és még azok is szeretnek ott élni, akik néha beköltöztek. A vidék megtartó ereje, én azt gondolom, hogy többek között ebben is rejlik, hogy jó és összetartató közösségek alakuljanak ki országszerte, és egy ilyen jó közösség például itt helyben alapon a vadásztársaság, a gazdakör, a néptáncosok, és nagyon sok olyan sportolók, a focisták, nemrégen pár évtizeddel ezelőtt például a kézilabdások, ezek olyan közösséget alkottak, amelyek meg tudták tartani idézőjelben alapot, meg tudták tartani a Délmezőföldet, és meg tudták tartani Magyarországot. Ezekre az élő építő közösségekre szeretnék ma, ha lehet, akkor majd kocintani. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A gazdák sokak által észrevétlen munkáját dicsérte és köszönte meg Pálffy Károly, a Fejér vármegyei önkormányzat alelnöke is. Mint mondta, nélkülük nem lenne élet, hiszen ők teszik asztalunkra a mindennapi betevőt, és mellette a rászorulókon is segítenek. Én azt gondolom, hogy hallottunk már ténylegesen a jó és gondos gazdákról az előbbiekben. Az itt élő, illetve a Fejér megyei gazdák mindannyian jó és gondos gazdák, akik minden nap teszik a dolgukat, nagyon sokszor úgy, hogy nem is látjuk. És az a jó, hogyha nem is látjuk, viszont minden nap találkozunk velük. Találkozunk velük, mert nem tudnánk nélkülük meglenni. Az étel, ami a mindennapokban az asztalunkra kerül, azt nekik köszönhetjük. Úgyhogy én legelőször is a köszönetemet szeretném kifejezni a mindennapi munkájukért. Olyan esetben is teszik és végzik a dolgukat, amikor a kihívások, nagyon sokszor a természetnek a kihívásainak is ellen kell állniuk. Lásd a tavalyi aszályos évet is, de akkor sem adják fel. Dolgoznak, teszik a dolgukat, és minden mellett pedig segítenek. És én ezt a segítséget szeretném megköszönni, hogy ténylegesen együtt összefogva egy nemzetként tudunk gondolkodni, és egy nemzetként tudunk így segíteni. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára elsődleges feladatnak nevezte a gazdálkodáshoz szükséges információk átadását, még akkor is, ha manapság sok minden, ha megtalálható a világhálón. Az alapi gazdakörnél van egy nagyon komoly jubiláció, 30 éve jött létre ez a gazdakör. Ugye a gazdakörnek a feladata az, hogy egyrészt a jogszabályokat, a központilag érkezett információkat közvetítse a tagok felé, és hát legalább ennyire fontos, hogy a tagoknak az észrevételét, javaslatait eljutassa a döntéshozókhoz. Úgyhogy ez működik országos szinten is, és ebben nagyon fontos partnerünk nekünk az alapi gazdakör, hogy innen rengeteg információt, javaslatot is szoktunk kapni, úgyhogy ez most egy nagyon fontos esemény számunkra, hogy egy ilyen kerekéfordulót tudunk ünnepelni ennél a gazdakörnél. És ugye van egy nagyjából 10 éve tartó program, a Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem. Idén kiket támogat ez a program, és mi fog itt történni most? Több mint 10 évvel ezelőtt indult ez a program, és egy helyi kezdeményezés volt, ezt Baranya megyében indították el. De hát 10 év után, hál' Istennek, most már Kárpát-medencéjében nőtte ki magát ez a program, tehát
több mint 100 000 rászoruló gyermeket, időst, nyugdíjast és egyéb személyt tudunk támogatni. Gyakorlatilag az ő számukra a teljes évi liszt mennyiséget tudjuk biztosítani. Gyerekotthonokat támogatunk, szociális otthonokat, nyugdíjas otthonokat, rászorulókat, és én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas segítség. Van, aki kenyeret süt belőle, nyilván ez mindenhol megtörténik. Gyerekotthonokban a lekváros buktát, kakaós csigát, sok helyen a főételhez, étkeztetésben a tésztát a magyarok kenyere lisztből sütik, és egy nagyon fontos, hogy egy örvendetes esemény, hogy most már oly távoli Csángó földön is magyarok kenyere lisztből sütik a szentosztját. Tehát én azt gondolom, hogy ez a program kinőtte magát, és ez mind annak a közel 10 000 gazdának köszönhető, aki ezt a búzát összeadja adományként. A mai napon megáldjuk a föld termését, a kenyérnek valót. A kenyér különleges helyet foglal táplálékaink között. Önmagán túlmutatva megtestesíti mindazt, amit életünk fenntartásához elfogyasztunk. A kenyér jelen valóvá teszi azok munkáját, akik megdolgoztak érte. Kifejezi a föld elemeivel való szerves kapcsolatunkat, és azt az összetartozást, amit a Szentírás így fejez ki, megalkotta az Úristen az embert a föld porából. Szabó Virág a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehérvár megyei szervezetének élelmiszerfeldolgozásért felelős alelnöke, az Ifjú Gazdák Fehérvár megyei gazdakörű elnöke is megerősítette, büszke arra, hogy a fiatal gazdák is részesei lehetnek az ünnepnek. Az Ifjú Gazdák Fehérvár megyei gazdaköre aktívan részt vesz a Magyarok Kenyere program keretében a búzagyűjtésben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok is tovább vigyék ezt a kezdeményezést, hogy fiatalként is gondoljunk arra, hogy segítsünk a rászorulókon, és ezt a szép hagyományt megőrizzük, és a megyében ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeres legyen ez adománygyűjtés, a saját gazdaságokban termelt búzából is adományozunk, de ugyanakkor a különböző fórumokon, felületeinken is igyekszünk felhívni a gazdálkodók figyelmét erre a programra. Bíztatok minden fiatal hölgyet arra, hogy a mezőgazdaságban próbálja ki magát, és hogyha van lehetősége a családban dolgozni, tovább vinni a gazdaságot, akkor azt hiszem, hogy ez a hölgyek számára is egy kiváló pálya lehet. Úgyhogy búzdítom a fiatal hölgytársaimat a mezőgazdasági munkákra és erre az életpályára. Kis Norbert Ivo, a Fehérvár megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős Fehérvár megyei alelnöke kiemelte, a magyar társadalom jelesre vizsgázott szolidaritásból az utóbbi években krízishelyzetben is biztosította a zökkenőmentes élelmiszerellátást, miközben az adakozó kedv is sem apadt. Tavaly a vármegyében 4 gyűjtőponton 23 tonna búza gyűlt össze, az adományból 14 karitatív szervezet részesült. Az idei évben ugye azért találkoztunk most itt a lapon, az Alapi Gazdakör 30 éve alapult meg, és ebből az alkalomból mondták, hogy ők megszervezik a Magyarok Kenyere programját is, és így egy kettős ünnepként ünnepeljék ezt a mai napot. A búzaadományok még nem kerültek összegyűjtésre, mivel az aratásnak még nincs vége a megyében, ugye az elsős időjárás véget, de 4 helyen gyűjtjük az országban, vagy az országban, megyében, és mellette pénzadományok is gyűjtünk, tehát nem feltétlenül kell búzát adományozni, hanem lehet pénzt is felajánlani a rászorulóknak. Kérdezhetek egy olyat, hogy a tavalyihoz képest most jobb termés, több termés várható, akár országos szinten, vagy hogy néz ki most a búzatermés idén? A búzatermés a tavalyi évnél jobb lesz, de nem jobb, mint egy úgymond kiemeltebb évben. Tehát sajnos a tavaszi fagyok, arra gyanakszunk, hogy a tavaszi fagyok azok megtették áldásos hatásukat, és ez ebből kifolyólag nem lett olyan a termés, mint amit vártunk. Nagyon sokan vártunk igazából. Hogy jut el ez a búza a rászorulókhoz? Tavaly mennyi gyűlt? Arról van esetleg információja? Igen, tavaly 23 tonna gyűlt össze. Ezt a rászorulóknak liszt formájába juttatjuk el, amit mi megőrlünk, és utána a lisztet osztjuk szét a rászorulóknak. Petrin László, a Fehérvár megyei kormányhivatal főigazgatója,
köszönetet mondott az adományokért a 30 éves alapi gazdakör tagjainak és a gyűjtőponton dolgozóknak, mert mint mondta, ez a karitatív tevékenység még inkább megerősíti a nemzeti összetartozás érzését. Tisztelet és főhajtás, köszönet és hála az adakozó gazdáknak. Tisztelet és hála és köszönet azoknak, akik a gyűjtőpontokon segítettek az adományok összegyűjtésében. És arra gondolok, hogy ahogy Zászlós Tibor úr is mondta, hogy a jó gazda az az igazi, már a jogi nyelvezetben is átkerült fogalom, hogy az a jó, az a teljesen kerek, ha valaki a jó gazda gondosságával jár el. Ha ezt kimondjuk, abban benne van minden. Ez mindent visz. Ebben benne van mindaz, amit bele tudunk képzelni egy okos, bölcs, körültekintő és szívvel, lélekkel dolgozó embernek a tevékenységébe. Nagy tisztelettel köszöntöm az alapi gazdákat, a gazdakört, a 30 éves működésük évfordulói alkalmából, és kívánok nekik még többször 30 esztendőt. És a mai ünnepség kapcsán, amely most ugye együtt van a Magyarok Kenyere programmal, el kell, hogy mondjam, hogy talán nem is érezzük át, de hiszem, hogy azért gondoltunk sokszor arra, hogy a Magyarok Kenyere programnak milyen mély spirituális gyökerei vannak. Hogy az visszanyúlik egészen a kereszténység korai kezdetének évszázadaiba, sőt azon túl, akár az Ószövetség időszakban, amikor az akkori papok, aztán a keresztény tiszteletesek, lelkészek megáldották a termést, megáldották a gyümölcsöt, áldást kívántak a termőföldre, a gabonaföldekre. És ez a spirituális alap a mi gyönyörű Magyarok Kenyere programunkban kiteljesedik, hiszen ezt még megtetőzzük azzal, hogy ez a nemzeti érzésnek egy gyönyörű, kifejező aktusa, alkalma. Egy olyan nemzeti érzésnek, amelyben azt kiáltjuk bele a világba, hogy összetartozunk és megmaradunk. Ez az összetartozás és megmaradás egy olyan csodálatos, semmivel sem felülírható érzés nekünk magyaroknak, amely csak az érezhet és azt tudhat, aki magyarként él, és igazi magyar szív dobog a szívében. Ha belegondolok, 2000 év messzességéből szinte nekünk kiáltja Pál apostol a korintusbelieknek írt levelében, hogy egy a kenyér, mi egy testnek a tagjai vagyunk, és mindnyájan ennek ebből az egy kenyérből részesedünk. Egy a nemzetnek a teste, akárhol is vagyunk, határon túl vagy innen. Gyönyörű ez a magyar nyelv, amikor azt mondjuk, hogy itthon vagy otthon. Én azt mondom, hogy amikor az anyaország határain belül vagyok, akkor itthon vagyok. De ha Kárpátalján vagy Székelyföldön vagyok, akkor ott otthon vagyok. Az itthon és az otthon mind a kettő hon, a magyar hon része. És most a Magyarok Kenyere programban úgy gyűlik össze és úgy kerül összeentésre megyénként és majd országosan a adományokból összegyűjtött gabona, búza, hogy az itthoniak és az otthoniak összegyűjtött adományai egységben, egy testben fognak egyesülni. Ez az egy kenyér, a nemzetnek egy teste van, még akkor is, ha ezeket elszakították. De nem csak a rosszra igaz az, hogy összenő, ami összetartozik, hanem a jóra is igaz. A levágott nemzetestek a nemzeti összetartozás programjai keretében, amelynek egy jeles alkalma a Magyarok Kenyere program, ezek a nemzetestek összenőttek. Újból egy, 2010-ben elindult a program, azóta töretlen, egyre bővülő, egyre nagyobb hírnévre, és a hírnév alatt a jó értelembe vett hírnévre tett szert, és kapta meg a Magyar Örökségdíjattal, hogy hallhattuk az imént. Én úgy gondolom, hogy nekünk ezen túl, hogy a nemzeti összetartozás érzését erősíti, ennek a programnak van egy nagyon jelentős karitatív szerepe is. Erről is tett említés Zászlós Tibor úr. És ebben az itthonban és az otthonban megnyilvánuló segítő szándék, hogy segítsük a rászorulókat, a támogatás igénylőket, segítsük határon túli testvéreinket,
és kiváltképpen ebben a nehéz háborús időszakban a kárpátaljai magyar testvéreinket. Ez a kvalitatív tevékenység még inkább megerősíti és kiemeli a nemzeti összetartozás érzését. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a program évről évre legyen színesebb, gazdagabb, minél több emberhez jusson el ennek a híre, minél több ember értse meg ennek a programnak a nagyszerűségét, egyedülállóságát, hiszen én hiszem, és ha jól tudom, nincs még egy ilyen. Nincs még egy ilyen, nem csak Európában, hanem világszerte nem találkozunk ilyen programmal. Én azt kívánom a gazdáknak, mindannyiunknak, akik együtt érzünk és együtt gondolkodunk, és megértjük az ő nehézségeiket, és együtt tudunk örülni az ő örömeikkel, hogy a jövőre nézve is legyen áldott a munkájuk, mert úgy mondja az írás is, hogy aki megtetézett mértékkel ad, annak ugyanígy fognak visszamérni, és ők most ezt tették az adományaikkal. Kívánok a gazdáknak jó egészséget, erőt, sikereket a munkájukhoz, sok örömet, boldogságot ebben a nehéz időszakban, és egy római ókori írónak a mondásával szeretném zárni szavaimat, amely így szól, amit ma tenni kell, tegyük híven, s a jövőt majd rendezi az Isten. Az alapi találkozó megerősítette, hálával és köszönettel tartozunk azoknak a gazdáknak, akik adományukkal évről évre hozzájárulnak a Magyarok Kenyere program sikeréhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.